Minden jót kívánok az elkövetkezendő évekre. Mi mással, mint gratulációval indult a 2008-as év Rudolf Anna életében. Bognár Jenő polgármester meghívása is jelzi, ha mindössze 21 éves bátaszéki sakkozó nagyot alkotott. Teljesítette ugyanis az újabb női nagymesteri normát, amivel megszerezte a címet is, sőt egy újabb normával a férfi nemzetközi mesterivel is gazdagodott a Franciaországban megrendezett nemzetközi nyílt sakkversenyen. Vandőrben játszottam egy nemzetközi nyílt versenyen, amit a francia csapatom rendezett, és ezért meghívott versenyzőként indultam. Egyedüli magyar, de azért barátaim akadtak kint, úgyhogy jól éreztem magam végig, pláne így, hogy jól sikerült a verseny. Számomra elég érdekesen kezdődött, mert az első fordulóban egy nálam gyengébb játékos ellen teljesen vesztve voltam, és nagy szerencsém volt, hogy végül is megnyertem a partit, de valószínűleg ez kellett az, hogy elinduljon ez a nyerősorozat, mert utána az egyes sorszámú játékost, a Bauer Christian nevű szuper nagymester sikerült megvennem a második fordulóban is, a harmadik, meg a negyedik fordulóban is nyertem, miután már vezettem a versenyt, és ez így elég nagy sikernek számított, nem is értette senki, én se. Tehát életed legjobbját nyújtottad, mondhatjuk így ezen a versenyen? Igen, igen. És már negyedik forduló után is azt mondtam nekem mindenki, de mondtam, hogy még nincs vége a versenynek, még nincs vége a versenynek, és nem is hittem el, hogy végig tudom tartani a jó eredményt, de sikerült. Milyen címeket sikerült megszerezned? Két címmel is gazdagodott a relikvia. Most szereztem meg az utolsó női nagymesteri címem, vagyis bocsánat, a normát, és ezáltal megkapom a címet. És az első férfi nemzetközi mesteri normám is teljesítettem, ami magasabb a női nagymesteri normánál. De akár elérhetted volna ezt a férfi nagymesterit is, ha épp úgy hozza a szerencse. Igen, a verseny érdekessége volt, hogy nagyon magas volt az úgynevezett teljesítményem, ami számít ezeknél a normáknál, és a legmagasabb cím, a férfi nagymesteri cím is tulajdonképpen. A normát majdnem megszereztem hozzá, hogyha az utolsó fordulóban megkapom azt a nagymestert, és nyerek, akkor még az is meg lett volna, de szerintem az már túl sok lett volna a jóból. Anna nevelő edzője, aki 9 éves kora óta tanítja a fiatal hölgyet, is rendkívül elégedett. Komoly szakmai ugródeszka volt számára ez a mostani verseny. Igazából a gyerekek fejlődésének meg lehet figyelni azt a sportolók esetében, hogy egy ilyen lépcsőzetes jellegű tendenciát mutat a dolog. Egy komolyabb kiugró eredmény után többnyire stagnálás következik, meg kell erősödnie, meg kell szoknia azt, hogy ő már egy újabb körbe került be, és most itt Annánál most az a szakasz következett, amikor egy ugrásszerű fölfele induló teljesítmény kezdődött meg nála. Itt az elmúlt egy évben is voltak neki jó eredményei, de igazából ezek nem voltak annyira tartósak, és ilyen magas szintűek semmiképpen. Ugye a sakkozóknak van egy értékszáma, ami nagyjából jelzi azt, hogy az adott évben milyen teljesítményt ért el, és most ez egy jelentős ugrás mutatkozik ebbe az élőpontszám mutatóba is, illetve ezen a versenyen olyan lélektani küszöböt sikerült átlépni, ami tényleg Magyarországon a legkiemelkedőbb női sakkozóknak sikerült ez eddigiekben csak. Tehát most ebben a pillanatban azt hiszem, hogy az Anna a legkiemelkedőbb utánpótlás korú női versenyző, aki most már közvetlenül az olimpiai csapattagságra aspirálhat ezzel a teljesítményével. Én sem hittem a szememnek, amikor az interneten először megláttam az első napi eredményeket, ugyanis most ezúttal nem volt élőközvetítés, tehát így meg kellett várnom még a sorsát, és addig még Annával sem tudtam kommunikálni, és amikor megláttam, hogy megverte a verseny első számú kiemeltjét, ezt a bizonyos Bauer nagymestert, aki a francia olimpiai válogatott tagja, akkor hívtam Katát, és kérdeztem, hogy én jól látok, hogy Anna győzött, és ez volt az első nap két fordulóval. Második nap megint lezajlott két forduló, és akkor megint azt látom, hogy Anna megint nyert, és erős ellenfelekkel, és akkor, hogy Anna egyedül áll az élen, és mondom, hogy jól látok? És utána, amikor tudtunk beszélgetni, akkor kiderült, hogy valóban jól láttam meg az eredményeket, és nagyon büszke vagyok rá, és nagyon öltem, és le a kalappa Anna előtt. Az örömbe üröm is vegyül. Sajnos három versenyző úgy látta, túl sok volt a jóból. Annát meggyanúsították ugyanis azzal, hogy csal. Egy lett játékos olyannyira nem bírta elviselni a bátaszéki lány kimagasló teljesítményét, hogy a versenybíróhoz fordult. A 107 fős mezőnyből hárman akadtak, akik nem akarták elhinni, hogy én saját erőből játszom, és
feltételezték, hogy számítógép segítségével nyerem meg a partjaim, és ezért ez a bizonyos utolsó fordulóbeli lett ellenfelem. Forduló előtt szólt a versenybírónak, hogy vizsgáljanak át, és ez így nem egészen kellemes kezdetet adott a partihoz, mert végig az járt a fejemben, hogy csalónak tart, és nem hiszi, hogy magamtól játszok. És ugyebár a parti elején kezet fogunk az ellenfél elő, viszont nem volt velem hajlandó kezet fogni, mert hogy én csalok. Azután sem, hogy megbizonyosodott arról, hogy abban a bizonyos krémes tégelyben nincs semmiféle csíp, számítógép, ami esetleg befolyásolhatja itt az eredményt? Igen, átvizsgálták azt a kis krémes dobozt, meg elvették a táskám, nehogy vetlenül tudjak csalni, de egyszerűen még így is, hogy megnyerte a partit, szerintem azt hiszi még mindig, hogy azért nyerte meg a szajászmát, mert nem volt nem a táska, vagy nem tudják, hogy hogy csalok, de az biztos, hogy csalok szerintük. És nem kért bocsánatot a végén sem, pedig nem volt rá semmi bizonyíték. Végül is, miután elveszettem a partit, egyszerűen nem bírtam visszatartani, és elkezdtem sírni. Mindenki kérdezte, hogy sírsz, mert hogy vesztettél, és nem leszel első. Mondom, hogy nem azért sírok, mert vesztettem, hanem azért, amit csinált, mert ez egyáltalán nem volt korrekt. Gondolom, és ez nagyban befolyásolta a játékot is. Tehát azért, hogyha valaki ilyen felfokozott idegállapotban van, akkor nem biztos, hogy úgy tud koncentrálni, ahogy éppen kellett volna. Természetesen az a játszma, amit játszottunk, teljesen egyáltalán nem a sakról szólt. Ő meg akart verni, mert hogy én csalok, én meg akartam verni, mert hogy meggyanúsított, és mindkét én csak nem játszottunk. Egyikünk se játszott jól. Anna még gyerekkorában egy cetlire felírta, mit szeretne elérni a sakban. A papíron az egyik ilyen vágy a női nagymesteri cím megszerzése volt. Ezt most kipipálhatja, volt azonban még egy cél. Ez az olimpiai válogatottba való bekerülés, és remélem, hogy hamarosan sikerül. Az idén lesz olimpia Dresdában, Németországban. Végülis novemberben, ami még elég messze van, de a válogatott csapatot már évelején ki szokták jelölni, úgyhogy nem hiszem, hogy idén nagy az esélyem arra, hogy bekerüljek. Viszont sakban az a jó, hogy minden évben van valamilyen megmérettetés, ahova nemzeti válogatottat küldenek, és jövőre lesz a csapat Európa-bajnokság, ami már nagyon remélem, hogy számításba jövök, mint válogatott. Úgy legyen, és reméljük Anna Bognár Jenő polgármester kérését is teljesíti majd. Ez egy olyan reprezentatív könyv, amiben Bátaszék is benne van, mert mint képes van, mert azt nem szabad soha majd elfelejteni, hogy Bátaszékről indultunk. Köszönöm szépen. A gyökerek azok nagyon fontosak. Gratulálok.